Sziasztok, Zalán vagyok, köszöntök a csatornán. A mai videóban a retro világbajnokság lesz, és le fogunk játszani egy mérkőzést Mr-rel. Hello mindenki! Mr lesz a brazilokkal, én pedig az argentinokkal. Nem már junior, fiatal fénykorában. Én pedig Messivel. Ezek a csomagok 2014-es kiadások, az akkori VB-ről szól, ami Brazíliában volt, a dizájnja az ilyen volt, és az esélyek pedig itt vannak a hátulján. Topmaster az 30, és Double Trouble a 100 csomagokként van. Double Trouble a legritkább. Igen. Hát ez érdekes. És ugyanúgy... Game Changer 17 csomagonként. Nem kártyaháborúzunk, szóval annyira nem fontosak az esélyek, de viszont örülném. Az biztos örülnék. Az... Hiszen ez a mérkőzés, mit említetted, Argentina és Brazília, szóval Messi vs. Neymar Junior. Na, kommentbe azonnal várom itt az élőben is, hogy szerintetek ki fogja megnyerni a csatát, döntetlen lesz-e, vagy valami ilyesmi. És ezek még nylon csomagosak voltak. Igen, ez a régi, most már papír csomagolás van, de tényleg nem is megjeltem annyira, hogy ezek itt zörögnek és papír csomagolások lesznek. Kíváncsiak a kártya dizájnra én legalábbis, mert nem mondottam még egy sosem. Mert mondottam azt hiszem egy dobozt. Illetve arra vagyok még kíváncsi, hogy melyikünk kezdi. Én kezdem. Kezdheted te akkor, melyik kivel? Messi papános csomagával egy bőr? Messi az utolsó. Te tudod, én vélem. Iniesta, aki 18-ban vonult vissza, azt hiszem. Siniasztal, na nézzük, Iniesztát, ez a sima, ez a sima, és egész jól néz ki, ez a kártya típus gyerekek, megdöbbentően. Nagyon jó, hogy ott a stadion mögöttük, és egész jó, tényleg jó. Caceras. Következő, pedig nézzük ki ezt nálad. Orosz, Samedov, Yammat, egy francia, Kosszileni. Ha valami, Brazil, minden itt. Ebben nem volt csillagos? Úgy látszik, hogy ezekben már nem lesznek csillagosok. Az Ambrosos még nem volt logójuk. Igen. Nem látod, Mr. De látom, hogy elvették a logójukat. Igen. Na, hát ott volt a brazil, nem láttátok. Nem ott volt a brazil. Argentin nem volt néki. Ugye ezt nem mondtuk, de az előző videóban volt egy olyan Portugália, PVS Argentina volt, hogy a hiába nyitok én, argentin játékos, hogy ez nem ér neki pontot, nekem csak a saját játékosaim pontszámai érnek, tehát ez az esetben a brazilok. Szóval nézzük a varázsoló segítségével. Közben várjatok, én is azért ránézek az esélyekre egy picit, szóval csillagosokat tényleg nehéz nyitni. 7 csomagonként az első csillagos, gyerekek. Azért nem tudtad. 7 csomagonként? Igen, szóval ezekben durva a csillagosok, azért nem találtál benne csillagos, nagyon nehéz volt ezekből kigyűjteni. Bradley az első kártyám, de miért ilyen durván néznek ki, basszus? Ahhoz képest ezek ilyen régi kártyák, azt hittem hirtelen Musiala, de hát ugye akkor sem is játszott, Musiala, abban az időben. Fajzulin, az oroszoktól, és saj, gyerekek, Giovanni, Mexikó, azt hittem hirtelen, de nem, Song, Kamerunból, és ez Vicsa. Sem csillogos, Axel Witsel, gyerekeket, ez már rookie, nem? Nem tudom. Hát ezt utána kell járjak. De te, ti tudjátok, a kommentben gyorsan írjátok meg, hogy Axel Witsel rookie kártyáját tartsuk itt a kezünkben, vagy sem, de az eredmény az döntetlen egyelőre még mindig. Nézzük az utolsó csomagját, izgul, hogy rász izgul, hiszen... Nézzük, így széthúzom. Na, ez tényleg izgul, hogy így széthat a csomagot, igen. Az egy Iniesta. Star player. Hát de nem számít, hiszen spanyol. Igen. De ne tett oda az enyémhez, az a te nyitásaid. De nem, így a csomag. Egy olasz. Montolovio, Costas. Megint spanyol, igen. A spanyolok az olyanek, David Silva. Szerintem ez rookie, Kyle Walker. Ó, azt a mindenit, és van ott... Végére egy... TNA. Gyerekek, egy csillagos nem jött, ez hihetetlen. Semmi gól nem lett szerintem. Se gól, se csillagos, se semmi, döntetlen lesz ez, úgy néz ki, mi dehogy is. Hát mindjárt van még egy csomagom, azt bemetszettem. Nincs sem mondta csomagom, Mr. Szóval... Ebbe lesz valami csillagos. Hát az itt szét van fordulózva. De akkor tegyük azt a végére, nem tudom miért volt ott a fordítva, ahogy nem eddig volt. Astori, Olaszországból. Hozzuk közelebb, srácok. Enyámán Nigériából is akkor. Podolski, gyerekek, hát ez jó volt Németország. Courtois, Belgium. Sergio Busquets, spanyolok. És akkor aki itt van, gyerekek, egy argentin. Csillagos. Expert. Marcelinho, de nem így van, én brazilokkal vagyok. Hirtelen elfelejtettem, hogy én nem, basszus. De Mr. nézd meg, azért... Hát igen, nem jól hoztuk össze, de van egy
Mascherano argentin expert kártyánk, ami brutálisan jól néz ki. Hát most föltehetjük szende ide. Mindig volt játékosod? Nem, az ott maradt. A Busquets-t félrétettem. Szóval volt döntetlen lett, de Mr. azért nyitott egy expertet, ami mindjárt meg is lesik. 8 csomagonként. Szóval ezekben a típusokban gyerekek nagyon nehéz vagy egy csillogósok. Mit szóltok hozzá? Csillogós kártyát, mint látjátok. Zolának nem jött, nekem jött egy expert. Sajnos a döntetlennel ért véget az a mérkőzés, hiszen nincs belőle több csomagunk. Volt még 2 csomag, azt másnak számom. Egy videós kollégának szeretném majd elküldeni. De még nektek is tetszett ez a mérkőzés. Igen, nekem adok egy lájkot. És iratkozz fel a csatorna, nem tetted volna. Köszönjük a figyelmet. Találkozunk holnap a következő videóban. Sziasztok!